ennek a délutánnak az a célja, hogy Imre bácsit, amit mondottam az előbb végsősorban, nem felejtettünk el, nem felejthettünk el. Most egy kicsit másmilyen módon, éppen az évtizednyi idő távlatából idézzük őt meg. Mindenekelőtt emlékeinkkel, illetve a hátrahagyott írásainak ismételten való felmutatásával, sőt, amint sejtik, egy néhány filmkockának a bemutatásával is, amely egyébként idestova két évtizeddel ezelőtt történt, Rigó Tamásné és Zsuzsa volt a beszélgető partner. Annyit szeretnék még önöknek elmondani, hogy akkor, amikor ennek az intézménynek a vezetését átvettem, akkor sok egyéb mellett Imre bácsinak azt a fajta írásos hagyatékát is birtokba vettem, aminek egy javarésze mind a mai napig kiadatlan. És amiatt, hogy ez hozzáférhető legyen, hiszen manapság már nem csak nyálazgatjuk a könyveket, hanem például interneten szeretünk olvasgatni, ezért hozzálátunk ennek az anyagnak a digitalizálásához, amennyire ez erőnkből telett természetszerűen haladtunk ezzel is, és a célunk természetesen az, hogy amit csak lehet, ilyen módon is közzé tegyünk, illetve kötet formájában is megjelentessünk. És amit neki büntetésül szántak, akkor, amikor elhelyezték, az nekünk jutalom volt. Bocsánat, kicsit el is érzékenyülök, mert hetedikes koromban, amikor történtek az események, és a történelem egy kicsit másképpen alakult, mint addig, akkor a gyerekek csak arra figyeltek fel, hogy az iskolában más tanárok is vannak, mint azelőtt, és hát mi azért egy kicsit már szemfülesebbek voltunk. A hetedikes, nyolcadikos ember jobban odafigyel arra, hogy a felnőttek mit csinálnak, vagy velük mi történik, és bizony elterjedt a híre, hogy ez most Imre bácsinak büntetésül jut. Azt hiszem, hogy mindannyian, akik hallják a nevét, vagy otthon rágondolnak, azok tudják, hogy egy rendkívül erős egyéniségű ember volt, aki a saját képességeit nem azért akarta kibontakoztatni, hogy személyes érdemeket szerezzen, hanem ő szórni tudta azt az ismeretet, azt a szeretetet és mindenféle szervező képességéből előkerülő olyan hasznot, ami nekünk gyerekeknek megmutatkozott, hogy ezért csak hálásak lehetünk. Olyan osztálykirándulást szervezett 8-ban nekünk, hogy az északi középhegységben néztünk szét, és hát azért ugye a 57-58 körüli években nem nagyon volt az természetes, hogy mi mindent lehet látni, és hová mindenhová el lehet menni. Egy csehszlovákiai kiránduláson természetesen Szlovákiába mentünk a magas Tátra hegyei közé, és rájöttem arra, hogy tényleg milyen értékes ember, mennyi minden van benne, mindenről mesél. Aztán 65-ben voltam vele legközelebb Bulgáriában, ott meg rájöttem, hogy egy nagyon kemény gyerek kiáll a puskás oláhok ellen is, akik ott egy kocsin végig kísérték egy vonaton, mert ugye a magyar kis csoport, a nálási csoportnak nem volt helye, amit előre biztosítani kellett volna, ő meg leültetett bennünket teljesen üresen álló első osztályba. Eljöttek a ugye kedves szomszédaink, és a végén két puskás alá vitte el Imre közülünk, nem tudtuk mi lesz vele. Ez körülbelül Gyurgyu után, vagy előtt volt, tehát Bukarest és Gyurgyu közt. És hát aki ott volt, emlékszik, hogy csak az utolsó állomáson engedték szabadon, és úgy érkeztünk Bulgáriába, mint akik hazamennek, mert az egy baráti ország volt akkor is, és szerintem ma is. Na szóval Bulgáriában igen jól éreztük magunkat, és még Szamárfogaton is ugye hát közénk sétált egy piacon Imre, arra emlékszem, csak azért, hogy a helyi érdekességeket bizonyíts, hogy itt ilyen is van.